Igen, a koronavírus nyelven 2020 tavaszi berobbanását követően akkor volt egy ilyen kezdeti ijedelem. Hiszen a tudomány akkor nem állt még erre készen, hogy erre hathatós gyógyszert vagy valamilyen megelőzési lehetőséget adjon. Jelenleg ez már rendelkezésünkre áll. Többféle oltóanyagot is sikerült kidolgozni, és azt javasolnám mindenkinek, hogy oltassa be magát, válassza az oltást. Ugyanúgy gyerekkorunk óta rendszeresen megkapunk rengeteg kötelező oltást, válasszuk ezt is. Nekem az a véleményem magánemberként és a témában valamennyire jártas szakemberként is, hogy jelenleg ettől jobb vagy ettől biztosabb megelőzési lehetőség nem áll rendelkezésünkre. Lehet, hogy vannak az oltásnak is kockázatai, természetesen ez egyénfüggő, de a vírussal való megfertőződés veszélye még mindig sokkal nagyobb kockázat, mint az oltás során fellépő esetleges komplikációk.